avantgárd festőről van szó. Én azt gondolom, hogy lehetek én is annyira avantgárd, hogy fölrugom azt a sorrendet, amit a Gulyás Gábor fölállított, és nem innen fogjuk kezdeni a tárlatot, hanem a közepétől. Azért választottam ezt a megoldást, mert az életműnek az első szakaszát nehezebb értelmezni, én magam is nehezebben tudom értelmezni. Ezeket a képeket viszont sokkal könnyebb, és talán a nagy közönség számára is sokkal inkább érthetők és közelebb állnak, hiszen olyan embereket, arcokat fognak föl ismerni, akikkel minden nap találkoznak a televízióban. Újvidéken nőtt fel, Újvidéken is kezdett el képzőművészettel foglalkozni, úgyhogy kisebbségi magyar sorsban, még a titói Jugoszláviában, és amikor átjött, akkor azért jött át egyébként Magyarországra, mert nem akart katonának menni, megkapta a behívóját, és úgy gondolta, hogy akkor ez az a pillanat, amikor tulajdonképpen jobb lenne Magyarországon élni, ez a rendszerváltás időszaka egyébként. Gyakran zsilettpenge is fölkerül ezekre az alkotásokra, mint egy fenyegető szimbólumként, fenyegető éles szimbólumként, amit ha úgy tetszik, ezeknek az embereknek a csipkézettségét, kivágottságát is szimbolizálhatja. Igen, vigyázni kell, az egy installációs elem, nem kell felállítani, ez van szándékosan van, ott lenne eldöntve. Nem sok van ilyen, tehát nem sok tankcsapda van elhelyezve, hogy debreceniként ugye a tankcsapdát megemlítsen. Tehát itt átstálunk, hát vessenek egy pillantást ezekre a képekre, szürrealisztikus alkotások, és mint mondom, ezek a vagina figurák kiabálnak az arcunkba. A korszak filmjének tekinthető a Teremtő vívódása című kép, hát tulajdonképpen kifejezi ezt a fajta káosz, kaotikus életérzést, amit nagyon sokan éreztek a 90-es évek közepén. Ez a nagyon erős antiszociális megjelenést, hogy azért ez mégiscsak érző szívet takar bizonyos értelemben, hogy milyen fokú szentimentalizmusra is képes volt, vagy szentimentális érzések kifejezésére is képes volt, de ha rejtve is. Itt van két olyan képe, az egyiknek ugye az a címe, hogy apám, megmosom arcodat. Ennek az időszaknak a 90-es évek végének, 2000-es évek elejének a kedvenc témája az APEC ellenőr, talán nem véletlenül. Ezeken a képeken mind az APEC ellenőr és a polip viszonyát mutatja. A Dr. Máriás az utóbbi néhány évben visszatért a kivágott figurák témájához, elővette a régi képeket, és a mai esztétikai ízlésének megfelelően dolgozta át. Ugye látjuk, ezek színesek, nem feketék, nem vékony arany, hanem a legkülönbözőbb színekben pompáznak. Általában a politikusoknak, hogy is mondjam, hát Yoda mondogat, fricskát, tükröt tart eléjük, körbe tükröt tart eléjük, ha kell, és a politikusokról általában nincs jó véleménye, ez kétségkívül, de nincs ilyen jellegű szempontja, hogy most az egyik pártnak, vagy a másik pártnak a szekerét tolja. Itt ebben a teremben pedig 20. század jeles bár kontroverziális megítélésű politikusai szerepelnek egymás után. Nagy Imre, jugoszláv nagykövetségen címet viseli a kép. Ez pedig Jackson Pollock műtermében, ugye Rákosi Mátyás. Most hát ugye Kádár, az öreg Kádár itt, mint egy ilyen mesztelen nő, egy ilyen némi erotikus pózban. Kedves Isten elvtárs, nagyon örülök, hogy végre találkozunk, mert most felkérhetlek, hogy azonnal semmisítsd meg a gonosz imperialista Trumpot és hatalmát, amely rabszolgasorba dönti szegény keresztény népemet, cserébe megígérem, hogy itt nem terjesztek kommunista eszméket egy ideig. Ez a címe a képnek. Köszönöm szépen a figyelmet!